A járatok csökkentését, a pécsi buszmenetrend változtatását tárgyalták a Városfejlesztési és Kommunális Bizottságban hétfőn. Az elképzelések alapján azok a járatok nem közlekednek majd, amelyeken az utasszámlálás alapján nagyon kevesen utaznak, hangzott el az ülésen. Ennek két fő oka van, tudtuk meg a buszközlekedést végző cég vezetőjétől. Sem buszvezetőnk nincs annyi, autónk, buszunk van egyedül, abból van, abból dögivel van, de buszvezetőből nincs, és pénzünk sincs. Pénzünk a gázolajra és az egyéb dolgokra. Csak annyi van, amiből ezt a jelenleg egy kicsit, hogy mondjam, karcsúsított menetrendet, ami nagyon picit karcsúsított. Tehát ez mindenki szeretne egy kicsit karcsúbb lenni, és mi is ezt szerettük volna elérni. Csak az üzemanyag árak miatt havonta 100 millióval kerül többe a pécsi helyi járatok közlekedése. Ehhez jön még a sofőrök alacsony száma, ezért kell optimalizálni a járatokat, mondták a bizottsági ülésen. Az ÖPE képviselője szerint rá kell bírni a baloldali városvezetést, hogy a pécsieknek fontos dolgokra költsön, ne másra. Ne a haverokra, ne a sportügyi biztosra, ne a megemelt cégvezetői fizetésekre, ne jutalmakra, a holdingra, ne különféle biztosokra, tanácsnokokra, és főleg ne eredményt nem produkáló ügyvédi költségekre, hanem ezekre a fontos városi közszolgáltatásokat, minden embert érintő kiadásokat tartsa szem előtt. Sajnos vezérigazgató úr sem jár sikerrel a tüke oldaláról, mi sem járunk sikerrel. Berényi Zoltán azt mondja, hiába hozzák ezt szóba rendszeresen a közgyűléseken, nincs változás. A most javasolt karcsúsított buszmenetrenddel az idei hátralévő őszi időszakban 7,3 millió forinttal kerül kevesebbe a buszközlekedés. Ez olvasható a képviselők elé kerülő előterjesztésben, amit kedden tárgyalhat a pécsi közgyűlés.